Hetes Stúdió, a Klubrádió közéleti, politikai magazinja. Megbeszéljük a hét eseményeit László Mártával, tévés újságíró kollégánkkal, és Lévai Júliával, az Élet és Irodalom publicistájával. Örülök, hogy két ilyen kitűnő kollégát sikerült a mai beszélgetésre megnyernünk Bolgár György mellé. Szervusz, Gyuri, neked is. Kezdjük egy bemelegítő kérdéssel. Nem mondom, hogy ez lenne a hét legfontosabb eseménye, de mindig olyan kis jellemzőt próbálok találni. A hivatalos rendőrökre, tűzoltókra biztosítást kötöttek eddig, majd azt mondták, hogy felesleges biztosítást kötni, ez olyan nagy kiadás, hogy nem éri meg, ha valami kár történik, majd az állami költségvetésből ezt kifizetik, és megspóroljuk, amit a biztosítóknak kell adni. Egészen addig a bejelentésig, amely a héten került elő, hogy mégiscsak kötnek biztosítást. Meglepetés, meglepetés, egy olyan céggel, biztosító céggel, amely valahogyan Mészáros Lőrinc érdekeltségi körében van. Hogy lehet ez? El nem tudom képzelni. Teljes rajta. Hihetetlen. De attól tartok, hogy perek sorozatától tartottak, és mégiscsak meg kellett találni valami megoldást, hogy mégis legalább úgy nézzen ki. Mit csinálunk, ha majd a Klubrádió fennmaradására kötnek biztosítást? Vagy fogadást. Hát azt már megkötötték. Van fogadóirodája Mészáros Lőrincnek? Van, vagy lesz. Lesz, jó. De az igen, hát most már a külföldi online szerencsejátékozást azt hiszem megakadályozták Magyarországon, mióta nem állami monopólium, és azt hiszem a valami cég, akinek kaszinóik is vannak Magyarországon, azok szervezhetik. 3-1-hez, hogy felmarad a Klubrádió tovább, mint Mészáros Lőrinc bankja. Na, tartjátok? A héten Zelenszkij ukrán elnök Kárpátaljára látogatott, többek között Ungváron és Beregszászban is volt, találkozott a magyarok képviselőivel, olyan katonákkal, akik magyar nemzetiségűek, és harcolnak természetesen az ukrán hadseregben, mindezt azért egy olyan környezetben, ahol Magyarország nem kimondottan ukrán barát, és ezen a találkozón részt vett az a Sándor Fegyir, vagy Fegyir Sándor is, aki Ukrajna kijelölt magyarországi nagykövete lenne, ha az agreementet, a hozzájárulást a Magyar Köztársasági elnök a nemzetközi protokoll szokásai szerint megadná, de nem adja meg, ezért nem foglalhatta el még állomásait. Az, hogy elment, az egy véleményem szerint egy nagyon jó ötlet, ráadásul most volt először ebben a térségben, és a képek alapján az ember azt látta, hogy üdvözölték az emberek, tehát jó kedvük volt, nem imitált jó buli, hanem kifejezetten kedves fogadtatásban volt része. Ez számomra ilyenkor mindig az a kérdés, hogy a közszolgálatinak nevezett és a csatolt részei, tehát a Kesma által uralt hírforrásokban mennyi jön, ezt most nem néztem meg, megmondom őszintén, nem tudom, hogy ti tudjátok-e, hogy egyáltalán volt-e hír ott, és hogy mi volt, ugyanis ennek az üzenete számunkra teljesen egyértelmű. Szóval nem kérdés, hogy az ott élő magyarokat ő ugyanúgy teljes értékű ukrán állampolgároknak tekinti, sőt, hát ha tetszik, akkor hazafiaknak, ugye, mert most mindannyian közösen a hazájukat védik, és ez egy nagyon erős üzenet lenne, ha így le tudna, vagy eljutna a magyar nyilvánossághoz, csak attól tartok, hogy nem, viszont azt láttam az újságjaikban, hogy már az beindult, hogy ez csak egy népszerűséghajhászás, azt hiszem, ezt te is mondtad, ugye, az előbb, hogy csak egy népszerűség kereső valami akció. Nem, és én ezt nem mondtam, és csak nem is gondoltam. Ne haragudj, azt hittem idézted. És tehát, hogy az ő reflexük, a jobboldali reflex az mindenképpen az lesz, és attól azt gondolom, hogy egyáltalán nem lesz hatástalan, hogy hát ez most csak oda ment azért, hogy népszerűsködjön, és mert egyébként hát hogy jönnek egyáltalán a magyarok ahhoz, hogy szóba álljanak ezzel a riparccsal, ugye ez a közkeletű jelző rá, hogy egy riparcs, és mit képzel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a hatásai tényleg azon múlik, és ez ügyben sajnos semmi jót nem tudok jósolni. A Magyar Nemzet című címet viselő, igen, címet bittorló, címen megjelenő. Igen. Na szóval kormánypárti zászlós hajónak a főcíme az, hogy népszerűségre vadászik Zelenszkij Kárpátalján. Ez majdnem teljes szélességében ott van az első oldal tetején. Úgyhogy igen, ez az első reakció arra, hogy Zelenszkij váratlanul odament, de azért biztos, hogy nem ezzel intézik el, nyilván többet is akarnak megtudni a dologról. Én csütörtökön fölhívtam az Orbán kormány korábbi moszkvai, majd a legutóbbi időki kijevi nagykövetét, most a külügyi intézet főtanácsadója Ígyártó István, és megkérdeztem erről a látogatásról. Azt mondta, hogy az ő információi alapján nagyon pozitív volt, azok, akik ott voltak, mindenképpen pozitívan fogadták Zelenszkij mondandóját, és eleve az is egy kedvező dolognak minősíthető, hogy nem néhány kiválogatott ember volt ott, hanem sokféle közösség, sokféle képviselője, és még az oktatási, illetve nyelvtörvényről is szót lehetett vele váltani. Ebből kiindulva megkérdeztem tőle, hogy nem lehet-e ezt úgy értékelni, mint egy gesztust, amit az ottani magyar közösségnek, de a magyar kormánynak is akar tenni, hogy lám, itt vagyok, a magyarok számunkra fontosak Kárpátalján, ezen az alapon akár a magyar miniszterelnök elmehetne végül az Európai Unióban utolsóként, Kijevbe is tárgyalhatna a vitás kérdésekről, amire a diplomata, azért diplomatáról van szó, válasz az volt, hogy hát minden esetre nem tudja eldönteni, hogy Zelenszkij gesztusa fontosabb, vagy az ő főtanácsadójáé. Ez a interjú Podolják, aki a HVG-nek adott interjút, és aki elég keményen bírálta Orbánt, azt mondta, hogy ha ezt kívánják tőle, akár letérdel a Putyin előtt is. És amíg ez nem derül ki, hogy melyik a fontosabb, melyik a lényegbe vágó, hát addig nem hiszi, hogy erre sor kerülhet. De én meg azt mondom, hogy szerintem egy elnöke van Ukrajnának, az Zelenszkijnek hívják. A főtanácsadó még csak nem is döntéshozó. Ő tanácsokat ad, aztán Zelenszkij vagy megfogadja, vagy nem, de egyelőre úgy látom, hogy ez a menekülési útvonal, hogy na jó, Zelenszkij végül elment oda, de mit csináljunk, hogyha az a másik meg szít bennünket. De szerintem gondolkodás folyik arról, hogy nem lehet-e itt valami kölcsönös kompromisszum alapján előbbre lépni. Hát ha más nem, legalább azt végig gondolni, hogy az ott élő magyaroknak mi a jó. És nem az, hogy, hát hogy most akkor nekem nem tetszik, mert színész volt. Igen, és volt még mellette 5 diplomája, köztük jogász, ugyanolyan jogász, mint a magyar miniszterelnök. De ez a dimenzió nem érdekli Orbán Viktor, tehát őt az érdekli, hogy teljesítse azt a messiás építési tervét, miszerint ő a magyar nemzet nagy nemzetegyesítője, megváltója, nem tudom, még igazán ennél többet nem szokott ebből kihozni, és hát miért érdekelné, hogy konkrétan mit gondolnak azok, akik ott élnek, hát nem őrülük van szó, nem őróluk van szó, kizárólag Orbán Viktorról van szó. Ebben ez de szavazótábornak tekinti. Hát, azok szerintem megvannak, mint szavazók, már akik ott maradtak. Én a háború előtt nagyon sokat jártam Kárpátaljára, be is telt 2 útlevelem, azt hiszem, hogy még ott pecsételnek. János, nekem is levelet volt. De nekem a családom egy része ott született, képzelni. Hát szerintem soktság ott született, és ez egyébként nagyon gyakori, hogy a családom ott született, ott élt, de már nem él ott. Sírja. Minden nap izgulok, hogy ne bombázzák le. Azért csak nem fognak bombázni. Szóval, hogy egyrészt nagyon sokan eljött már a háború előtt is. Tehát a magyar közösség nagyon megcsappant természetesen, most aztán a háború idején gondolom még jobban, és azért az teljesen nyilvánvaló volt, hogy az a politika, az a magyarországi politika, amire pénzt se sajnáltak tenni, hogy hogyan lehet összeugrasztani a magyarokat az ukránokkal. Tehát egy abszolút egy sérelmi politikát próbáltak már akkor játszani, aminek nyilván a vesztesei az ott élő magyarok lettek, vagy lesznek, vagy lennének, de mint hogyha Ukrajna ebben most ügyesebb lenne akár a magyar nemzetiségű nagykövet jelölt kinevezésével vagy jelölésével, akár ezzel a látogatással, és hát ukrán szemmel tényleg nehéz az Orbáni politikát, azt hiszem, megdicsérni akár egy elnöki tanácsadónak is. Szóval azért azt keresni kéne az érveket. Hát még hivatalban lévő diplomata. Hadd kérdezhetek valamit, hogy szerintetek, mert azért némi bomlást, nagyon halvány bomlást érzek a Orbán körüli garnitúrám, nagyon halványat, ezt szeretném hangsúlyozni, de hogy nem elképzelhető, hogy mégis akad valahol egy ember, aki tud számolni, és aki azt kiszámolja, hogy Magyarország presztízsének baromi jót tenne, hogyha Orbán most mégis, most mindegy, hogy mit gondolunk róla egyébként, de mégis viszonozná ezt valamiféle gesztussal. Szerintetek van erre esély? Mert ez tényleg, azt gondolom, hogy ez az egész történetben az a rettenetes, hogy az országunkat járatja le, de valami hihetetlen mértékben. Minden eseménnyel, ami a múlt héten történt, azzal csak az ország híre neve sérült, hogy nem elképzelhető, hogy valaki mégis fölébred, és megpróbálja őt. Hát ki az, aki neki ellent mer mondani? Kezdjük ott. Nem én biztos, merek, hogy ez csak ez nem sokat számít. Ez nem sokat ér. Nem tudjuk. Vége lenne a pávatáncnak, nem? Hát az Orbáni politika lényege, hogy ide is játszunk, oda is játszunk, nem foglalunk állást. Ez nem a mi háborunk, ez a szlávok belső háborúja. Magyarországnak semmi köze ehhez, semmi érdeke abban, hogy ki nyerjen ki, hogy veszítsen, nekünk egy érdekünk van, a magyar érdek, a béke érdeke, ne legyen háború, fejezzék be. Abban a pillanatban, hogy Orbán azt mondja, hogy igen, hát persze mondtuk mi ezt, hogy orosz agresszió, és nem is helyeseltük, elítéltük, a lehető legkevesebbszer, de elítéltük, és akkor most elmegyek Kijevbe, és azt mondom, hogy gratulálunk Zelenszkij elnök úrnak, hogy ilyen hősiesen és bátran ellenállt az orosz támadásnak, és ezért Magyarország változtat eddigi politikáján, és fegyvereket is szállít, vagy átenged fegyvereket, vagy hozzájárul az Európai Uniós fegyvervásárlásokhoz, támogatását adja arra, hogy mielőbb tagja legyen az Uniónak és a NATO-nak. Nem, én csak azért kérdeztem meg a volt nagykövetet erről, mert ez volna a logikus, ez volna a tisztességes, ez volna az európai, és ez volna szerintünk a magyar érdek. De ez nem Orbán érdeke, hát úgyhogy sajnos nem fogja megtenni. De még úgyse, hogy Fedő Dumának azt találja ki, hogy azért megy oda, hogy meggyőzze a Zelenszkijt a békekötésről? Mert hogy például ez a rögeszméje, hogy most kell fegyverszüneti tárgyalásokat tartani, és hogy akkor azért megy oda igazán, mert ő ezt akarja szemtől szembe képviselni. Ez nem egy lehetséges... Azért most megjelent a lelki szemeim előtt, nem tudom, mennyire figyelitek így a politikának a külsőségeit. Orbán Viktor testőrök gyűrűjében, mentőmellényben, vagy hogy hívják ezt ilyen? Golyóálló mellényben. Hát mentőgolyóálló. Szóval az óvodások el ne süllyedjen az aszfalt. A óvodások közé is páncélingben, golyóálló mellényben megy. Zelenszkij mindig egy rövidújú trikóba, t-shirtben jelenik meg. Egy katonai zöld. Egy trikóban jelenik meg egy ilyen kigyúrt csávó. De most, hogy ketten együtt találkoznak. És akkor ott van egy háborús ország tényleg igen veszélyeztetett vezetője ingújba, vagy egy trikóba, és jön a másik a golyóálló mellényébe egy relatíve békés országból. Csak hogy a látványt képzeljétek magatok elé. Titkos tárgyalások lesznek, nem engedik be a... És azt mondod, hogy Orbán Viktor is atléta trikóba megy? Jaj. Nem, az kizárt. De van ellenpéldám. Én egy budai mellékutcában lakom, amelynek környékén Orbán Viktor és családja rendszeresen vásárol nagy alapterületű öröklakásokat, és a múltkor 2 éve volt, vagy 3, viszem le a szemetet, és kiszáll Orbán Viktor, se mentőmellény, se, így néztem végig az utca végig, hogy senki nem, tök egyedül, és bement az alattam lévő házba, és ott megvásárolt egy teljes emeletet. Nos, maga? SK? Hát nézd, én aztán nem mentem utána. Én nem mentem utána, mert őrülten telefonáltam a barátjaimnak, hogy mit dugjak a kipufogott csövébe, hogy ne tudjon tovább menni. Ezzel voltam elfoglalva, de megtudtam, mert 3 nap múlva kint volt a Lévai Janikó és az Orbán Ráhel neve Tényleg? Táblán, igen. Tehát nem is titokban van. Nem, és azóta is kívül van egyébként. Jó helyen tehát, hogyha Ukrajna felkínál neki egy lakásvásárlási életen, egy kúria vagy házvásárlási lehetőséget. Hát Orbán Ráhel akkor... és Lévai Anikó gazdag emberek. Ebből is látszik, hogy Orbán viszont nem az. Igen. Ő csak intézni ment a dolgot. Igen, igen. A vízumszabályok változása, az Egyesült Államok szigorított azokon a szabályokon, ahogy a magyar állampolgárok vízumhoz juthatnak. Ugye kedvezményes körbe tartozott, illetve hát részben még tartozik ma is Magyarország, nem, nincs vízumkényszer, de kell kérni egy belépési engedélyt, és ezt most rövidebb időre, bonyolultabban adják meg. Azt hiszem, hogy a dolognak a jelképes súlya nagyobb, mint egyébként igen, talán a valódi hatása. Így van, és ez csak egy koki tulajdonképpen ahhoz képest, amit ez jelent. Tehát én azt gondolom, hogy ez tényleg csak egy olyan komoly első lépés, aminek az lesz a következménye, hogy ezeket szépen lassan egymás után szigorítani fogják. Az amerikaiak nagyon kényesek a pénzükre, az üzleteikre, a tőkéjükre, és hogyha úgy látják, hogy ez az ország nem biztonságos, akkor el fogják innen vinni az üzleteiket, a befektetéseiket. És mi leszünk az egyetlen Európai Uniós ország, ha még akkor uniós tagok leszünk, teszem hozzá most már itt egészen kételkedve, akinek, tehát a 41 nehány ország, aki megkapja ezt a könnyített vízumot, az... abból mi leszünk az egyetlenek, akiktől ezt elveszik. Annak idején, amikor bejelentették az adóztatás megszüntetését, a kettős adóztatását, akkor az egyik adószakértővel készítettem éppen interjút, és azt mondta, hogy hát ez egy nagyon komoly, nagyon rossz döntés, számunkra nagyon rossz döntés, az amerikai üzletfeleknek is, teszem hozzá, de ezt még egyszer újra tárgyalni nagyon-nagyon hosszú idő lesz, és helyreállítani ugyanazt a jó viszonyt. Nagyon komoly baj ez szerintem a mi gazdaságunknak. Hát a harmadik legnagyobb partnerünk, azt hiszem, ha jól számolom. Meg hát egy olyan szemmel látható méretű ország. Jó, de meg nem is beszélve. Hogy, szóval itt is azt gondolom, hogy hihetetlen dilettantizmus, hogyha most csak a jog államiság felől nézem ezt a dolgot, hogy nem az a reakciójuk, hogy ó, elnézést, igen, hát akkor az most indítunk mi is egy vizsgálatot, felülbíráljuk azokat a állampolgársági, hogy hívják ezt, alkalmassági, nem tudom, egyáltalán azt látom, hogy hiszen nincs is megszabva az egyetlen feltétele, hogy valaki, aki határon túl él, állampolgárságot kapjon, hogy magyarnak vallja magát, vagy magyar ősei legyenek. De ezen kívül, szóval én több országban is láttam ilyen állampolgársági kvázi vizsgát, ott rettenetesen sokat kell tudni az országról, a történelméről, a kultúrájáról, az irodalmáról, el kell tudni énekelni a himnuszát, jó, ezt a legkönnyebb talán nekik, illetve nem biztos, mert hát azért lépten nyomon kiderül, hogy iszonyú sokan nem tudnak magyarul. Azért hát a határon belül született magyar állampolgárok egy jó része elvérezne ezeken a vizsgákon. Minden esetre ugye erről azért elég sokat lehetett találni, hogy milyen csellel, trükkel szereztek meg állampolgárságot. De hát idejöttek a letelepedési kötvények. Na de ha egy állam kap egy ilyen, ahogy te mondod, kokit, akkor az a minimum, hogy összekapja magát, és azt mondja, hogy jaj, ó, elnézést, hát akkor ezt most rendezzük, és valamiféle jogszerűnek kinéző intézkedéscsomagot mégiscsak felmutat, mert ebből az is következhet, hogy ismét kapunk egy jogállamisági vizsgálatot. Hát most képletesen pénteken a köztársasági elnök egy pár embertől megvonta a állampolgárságot. Nem képletesen, hát, valóban, ez tényleges. Hát már az a képletesség, hogy pár embertől megmondta, hogy ez. De hát ez csak egy formai gesztus, teljesen igazad van, igen. Ez csak egy formalitás, mint minden más. Az üzenet szimbolikus, ugyanis magát a döntést, bár most közölték a Magyar Közlönyben, de július elején hozták. Ott van az időpontja, a dátuma, hogy kit, mikor fosztottak meg az állampolgárságától, de nyilvánvalóan azért tették közzé, hogy lám, mi megcsináltuk, amit az amerikaiak kértek. Ők bizonyos kérdésekben azt mondták, hogy ez biztonsági és egyéb okokból nem jó, az illető visszaért ezzel a magyar útlevéllel, rossz személyazonosságot adott meg, és így tovább. És mi nem ellenőriztük, ez az alapkifogásuk, hogy nem a magyar himnuszt nem tudják, arra nagy hívben tesznek az amerikaiak, hanem hogy nem azok jelentkeztek be magyar állampolgárnak, akik nem csak hogy valóban a magyar törvények szerint erre jogosultak volnának, hanem éltek ezzel a nagyon is megkönnyített magyar lehetőséggel, megszerezték a magyar útlevelet, ezzel a szabad belépést Amerikába, az Európai Unió országaiba, holott nem azok voltak, akik. És még ezt se ellenőrizték. Hát emlékezzünk rá, hogy voltak jelentések arról, hogy százával terelték valamilyen épületbe vagy nagy terembe azokat, akik éppen az állampolgárságért folyamodtak, gyakorlatilag formalitás volt az egész, jelentkezett, add meg a neved, születési helyedet, stb. Hogy mennyire ellenőrizték, mennyire nem, azt se tudjuk, és megadták boldog-boldogtalannak, csak azért, hogy meglegyen az a legalább bűvös 1 milliós, most már annál is nagyobb szám, amit például választási okokból is használhattak, meg politikai súlyt is növelő lépés volt ez. Minél nagyobb a szám, annál nagyobb a nemzet. No, tehát az amerikaiak azt mondták, a rendszer nem jó, magyarok meg azt mondják, hát mondjátok meg konkrétan, hogy akkor most a Kovács úrral van-e bajotok, vagy valaki mással, akinek nem is magyar a neve. Mondtak az amerikaiak ilyet, és lám, megfosztottuk őket az állampolgárságuktól, de az amerikaiak számára nyilván az nem megnyugtató, hogy jó, én valahonnét megtudom, hogy ez gyanús, ez esetleg leleplezhető, ez így nem stimmel. Szólok a magyaroknak, és azok azt mondják, tényleg megcsináljuk, utána nézünk. Hanem a rendszer rossz, de erre mi a magyar válasz? A rendszeren nem változtatunk, mert megadjuk nektek a magyar állampolgárságot, a kettős állampolgárságot szerzett emberek nevét, minden adatát, ami rendelkezésünkre áll, ti pedig vissza fogtok élni vele. Hát mit csinál ugye a barátunk, szövetségesünk? Rögtön visszaél vele, elviszitek Ukrajnába az ukrán kettős állampolgárok nevét, és majd gyakorlatilag ez van benne, bár kimondva már nincsen Rétvári Bence és mások szájából, azok majd lecsapnak azokra a kettős állampolgár magyarokra, akik az ukrán törvények ellenére mertek folyamodni. Igen, a magyar az ukrán törvények éppen mostanában változnak. Korábban sem volt ez a egyértelmű, hogy tilos, de most már nem igen csaptak le, és most azt hiszem ez meg is változott. Ez a, na és ez akkor mi van azokkal, akik innen kapnak nyugdíjat? Igen. Hát azoknak azt a pénzt el kell utalni. Hát és akkor abból nem derül ki, hogy ő kettős állampolgár, úgyhogy ez így komolytalan. Vannak ilyen nagy technikája volt kidolgozva, hogy amikor közeledsz az ukrán határhoz, akkor az ukrán útlevelet mutatod be, mikor átérsz a magyarhoz, mert szerencsére elég hosszú az A, hogy így, ott ki lehet cserélni, és nekem voltam barátom, aki elrontotta a ritmust, és fordítva mutatta meg, és nagyon sok kellemetlensége lett belőle, szóval az nem ennyire egyszerű dolog, de én azt hiszem, hogy itt nem csak erről a konkrét vitáról van szó, hogy így vagy úgy lehet ellenőrizni azokat, akik be akarnak lépni az Egyesült Államokba, hanem ez egy, ahogy mondottam is, talán ez egy figyelmeztetés, és az lehet, hogy tényleg csak véletlen, hogy aznap került nyilvánosságra, amikor a magyar parlament az ellenzék javaslatára összeült, hogy tárgyaljon Svédország NATO csatlakozásáról, ami ugye a NATO számára oly fontos lenne, meg Svédország számára oly fontos lenne, de hát a kormánypárti képviselők nem mentek el. Ez a lényeg, nem az, hogy ebben a konkrét kérdésben, amiben nyilván el lehetett vitatkozni egy ideig, évek óta vitatkoznak róla egyébként, és azt lehet mondani, hát az Egyesült Államok azért nyilván ennél nagyobb biztonsági kockázatokat is megélt, és túl is tette magát rajtuk, de azért léptek ebben az ügyben, konkrétan alátámasztható ügyben, mert a magyar kormány az elmúlt 13 évben folyamatosan és állandóan durván, agresszívan, primitíven támadja az amerikai politikát, és nem fogad el semmiféle tanácsot, javaslatot, kérést, ami az úgynevezett illiberális demokráciát illeti. Ha az amerikaiaknak nem tetszik, tartsák meg maguknak, mi szuverén ország vagyunk, ez a válasz mindenre, és méghozzá Biden is korrupt, pont. Hát akkor tudunk mi válaszolni, mondják Amerikában. Viszont úr. Szóval, ha figyeltétek, akkor Biden úrnak nevezték a válaszukban, ami egy nagyon erős üzenet a bázisuknak, hogy hát ez egy ilyen familiáris dolog, itt Biden úr meg Orbán úr egymás közt, ezt ilyen szubjektíven. Biden úr beszól kvázi az ablakon, hogy na mi van, hogy képzelitek, hát ez ugyan már hát nevetséges. Úr. Igen, egyébként most a Trumpot, mikor a bíróság előtt meg kellett jelennie a minap, akkor azt a kommentátorok felhívták rá a figyelmet, hogy a bíró Mr. Trumpnak szólította, míg a korábbi bíró Floridában a former presidentnek, tehát volt elnök úrnak szólította, most már csak Trump álljon fel, Mr. Trump álljon föl. Ennyit mondtak neki, úgyhogy biztos van ezeknek is jelentősége. Hát mert hogy abban a pillanatban, hogy ebbe az épületbe belép, abban a pillanatban a vádlottat rabosítani kell. Igen. Egészen addig, amíg ki nem lép abból az épületből. Van biztos értelme annak, hogy miért így szólították, csak erről jutott eszembe, amit mondtál. Talán emlékeztek arra, és fel tudunk egy csomó ilyen példát sorolni, nekem a kedvencem az, amikor pár évvel ezelőtt Ausztriában a humoristák viccelődtek Magyarországon, mire a magyar nagykövetnek tiltakozó levelet kellett írnia, hogy már pedig Magyarországon nem viccelődünk, mert mi értjük, aftársakövét is nem szeretjük, és ez számtalanszor előfordult, hogy a magyar nagyköveteknek ugye tiltakozni kell. Ki volt adva utasításba, így van? Igen, igen. De most akkor megjelent mit mondtál, a Magyar Nemzet nevét bitorló, ez a bitorló, ez nagyon nyomdatermék, lehet ezt még fogozni, bitorló nyomdatermékben egy cikk erről a vízum ügyről, akkor az amerikai nagykövet nehezményezte a szóhasználatot, azt hiszem vízum, szankció, azt mondták, és erre egy ilyen, hát nem rengeti meg talán az Egyesült Államokat, de mégiscsak egy hatalmas sajtóhadjáratot indítottak. Innen figyelmeztetjük Amerikát, hogy hazudtak, és hogy cenzurázni akarják, és még ifjú lomnicizó is megszólalt. Még őt is bevetették, pedig az már nem akármi. Az pedig nagy ágyú, úgyhogy a Fehérházban megremegtek a kezek, hogy már pedig cenzúrát akarnak. Tehát valami olyan hangot ütöttek meg, hogy tényleg a legviccesebb 50-es, már mából visszanéző vicces, legviccesebb 50-es évek hangját sikerült megütni. Kora 50-es évek, ma késő 50-es évek, szerintem már nem volt ilyen. Az jut erről eszembe, bocsánat, zárójelben, hogy az én édesapám vidéken volt állatorvos. És amikor ő oda lekerült, tehát ugye 50-es éveket említem, akkor ott abban a községben volt vagy 5 vagy 6 TS. És az egyik libatelepen megdöglöttek éjszaka a libák. És azon... hallottam egy viccet. Ez a történet maga. És kihívták az állatorvost, hogy állapítsa meg, hogy mitől döglött meg. Mert hogy biztos, hogy a másik TS emberei megmérgezték a libákat. Persze. És hát ilyenkor az a dolga az állatorvosnak, hogy a hullát összecsomagolja, egyet, kettőt ezekből, és az ő állatorvosi megállapításaival fölküldi ide Budapestre a laboratóriumba, hogy állapítsák meg. És az én édesapám annak rendje módja szerint elküldte a libákat mérgezéssel, majd az egyik libának a hóna alá berakott egy cetlit, hogy tisztelt kollégák, én tudom, hogy ezt mennyit harapta meg, és attól döglöttek meg szegények, de nem tudok más csinálni. És akkor utána egy-két hét múlva jött a papír, hogy igen, ez mennyit. Hát egy jó helyre kell elhelyezni egy cédulát. Ennyi a titka az egésznek. Azt hittem, hogy ez nem vált be, és a TSZ elnök a vége azt mondta, pedig annyi ötletem volna. László Mártával és Lévai Júliával beszélgetünk, valamint Bolgár Györgyel. Ez a hír szerintem másért érdekes, mint amiért első pillanatban érdekesnek tűnik. No. Kövér László megbüntette a Mi Hazánk nevű, hogy hívják ezt a nyilaskás pártot, Mi Hazánk képviselőjét, Novák elődöt a cigánybűnözés szó használatáért, ami önmagában persze akár helyes is lehet. Na de 2 havi jövedelmére büntette, ami 5,2 millió forint, és akkor így elkezdett a pénztárgép csattogni a fejembe, hogy ezek szerint a nyilaskás párt képviselőjét a demokrácia nagyobb dicsőségére havi 2,6 millió forinttal plusz költségtérítés szponzoráljuk, de mondjuk ez valóban csak részletkérdés ahhoz képest, hogy na hát, mik vannak. Mert eddig csak az ellenzéki pártokat büntették. vagy büntette Kövér. Ja, úgy érthető, hogy csodálkozni kéne, hogy a Kövér most lecsapott egy rasszizmusra? Aha, például. Az azért érdekes, fogalmam sincs, hogy mi ebből a konklúzió, de nagyon emlékszem rá, hogy amikor Bogdán Emil, biztos emlékeztek erre a névre, aki 91-92 körül ez a De ki az én fele barátom címmel elsütötte egy iszonyatos pigmeusozó, baktériumozó, ezért, hogy a vasárnapi újságban is elhangzott, aztán a Ringben, és így végigment az egész jobboldali sajton, és istenítették, hogy végre valaki kimondta, hogy ezek a, hát tudtuk, hogy zsidókról van szó alapvetően, de hát liberálisoknak voltak azt hiszem nevezve konkrétan, hogy azok azért nem lehetnek az ő fele barátai, mert hát azok nem emberek, hanem a nemzettestre nézve káros baktériumok, bacillusok. Szóval ilyen biologizáló ektenáci szöveget hozott be, és az első az a Kövér László volt, aki a parlamentben magából kikelve üvöltött. Szóval, akkor én nem lepődtem meg, mert hiszen ők akkor élenjáró liberálisok voltak és jogvédők, de azon lepődtem meg, hogy hihetetlen átéléssel, és rögtön utána egyébként a Fidesz kezdeményezte is az Antalnál, aki aztán ezt nem hajtotta végre, azt, hogy váltsák le ezt a Bogdán Emilt, a kisebbségügyi és egyházügyi bizottságnak volt érdekes módon éppen az elnöke. De ez a megfelelő embert a megfelelő. Abszolút eltalálták, és hát érdekes történet volt, hogy eszük ágába se volt leváltani, és azt mondták, ugye hát ez egy persziflázs a liberálisokról. Na most, de most arra akarsz szírozni, hogy a Fidesz változott egy keveset az elmúlt bő 30 évben. De hogy én arra nem érdemes céloznom, mert ez evidencia, hanem én arra szeretnék célozni, hogy ez az ember időnként visszaesik ezek szerint a hány éve volt ez? 30-valahány évvel ezelőtti énje, az, hogy nem lehetne valami ilyen időutazás, vagy időgépbe beült, hogy akkor maradjon is ott, szóval akkor ez így jó, kéne neki mondani, kedves Lacikám, ez így most tökéletesen, nem lehetne, hogy ott maradnál? És akkor mindannyian sokkal jobban járnánk, csodálkozna a vezér, de hát... Egyébként erről egy másik hír is eszembe jutott, ami ezen a héten történt, amikor megállapították, hogy rettentő alacsony a magyar diákok kompetencia képessége. Már hogy nem tudnak olvasni. Nem tudnak értelmezni. Írni se, de ez már másik kérdés. Lényeg az, hogy maga a szóvivő mondja igen, ki, hogy ott vannak ilyen nagyon rossz eredmények, ahol roma családok élnek. Cigány szót is használta rá. Na jó, hát nem akartam jó, mindegy, de hát nem ez akkor most itt a szóvivő használja? Sőt, ez a szóvivő, a miniszterelnökséget igen. vezető miniszter maga. Igen. Igaz, hogy ő szokta a szót vinni, de mégiscsak miniszter, úgyhogy igen, mégiscsak magasabb helyen áll a hierarchiában. Közben, hogy beszéltünk erről, néztem utána, mert eszembe jutott hirtelen, hogy amikor volt ez a bizonyos Kozma gyilkosság, ez a román kézilabdázó Veszprémben, akkor... mint hogyha elhangzottak volna hasonló minősítések, talán még a Fidesz közeléből is, és hát mit ad Isten, vagy mit ad a Fidesz, meg az internet? 2009-ben a Fidesz elnöksége kiadott egy közleményt, és azt írták, hogy ki kell mondani. A cigány származású emberek által elkövetett súlyos bűncselekmények száma aggasztó módon növekszik. Nagyon ügyesek, ugye mindig ilyenben nagyon ügyesek, az, hogy cigánybűnözés, nem használták ezt a fogalmat, nem írták így le. De hogy a cigány származású elkövetők, cigány származású emberek által elkövetett súlyos bűncselekmények száma növekszik, azt lemerték írni, ez ugye ugyanazt jelenti. De egyébként akkor, hogy visszatérjek az eredetihez, hogy Kövér László súlyosan megbüntette a Mi Hazánk képviselőit, ezzel egyetértek, bár csak továbbra is ilyen értelemben használná a büntetések lehetőségét. Amit Márta felhozott, szerintem ez egy nagyon lényeges kérdés, ebben a vizsgálatban, ebből a vizsgálatból az derült ki, hogy a gyerekeknek 2 évfolyamban nézték, a 40%-a nem érti meg, nem tudja értelmezni a leírt szöveget még alapfokon sem. Na most, akármit is mond ez a szóvivő, hogy ott, ahol sok a cigány gyerek, ott azt mondta, integrációs problémát látok benne. Nincs 40%-nyi cigány gyerek Magyarországon, de egyébként, hogyha lenne, akkor még, tehát a 40% a tragédia, hát még egy akkumulátorgyár szalagmunkásának is kell tudnia olvasnia, megértenie a szöveget. Tehát ez egy akkora dráma, hogy hihetetlen, és a tényleg a roma populációban magasabb ezeknek az aránya, hiszen ez inkább a szociális ez a szociális helyzethez kötődik, nem a származáshoz nyilvánvalóan, de hogyha egy ilyen relatíve jól körülírható szociális csoportról van szó, akkor azt lehet mondani, egyébként holnaptól indulnak a következő programok, amikor megpróbáljuk ezeket a hiányosságokat csökkenteni, ezeket a ehelyett egy nettó uszításra használja föl ezt is, és nem azt mondja, hogy hát lehet, hogy meg kéne nézni, hogy az oktatásban minden rendben van-e. De az oktatásban minden rendben van, hát nem, mi tudnánk olvasni, akarnánk, a cigányok nem tudnak olvasni, de és el van rendezve. Kezdjük ott, hogy kiderült, hogy 5000 első osztályosnak kell osztályt ismételni, mert mindenkit bekényszerítünk 6 éves korában az iskolába. És bizony nem minden gyerek képes rá. Van, lehet kérvényezni, hogy és valami bonyolult, adminisztratív döntés alapján vagy engedélyezik, vagy nem, általában nem, mert ki van adva, hogy nálunk 6 éves korban már pedig iskolába kell menni. Hát nem tudja a gyerek megtanulni. Lemarad, elmarad, és akkor ne beszéljünk arról, hogy következő évben jön megint egy garnitúra, na most ezt az 5000 gyerek mellé még berakni az újakat. És hát beszélgettem egy pedagógussal a minap egy interjú kapcsán, és mondta, hogy és bizony ezek a gyerekek általában olyan családból érkeznek, ahol nincs minden rendben, ahol anyagi, családi, egyéb gondok vannak, onnan kerülnek ki ezek a gyerekek, és nem figyelünk rájuk eléggé. Én szerintem 5000 gyerek, első osztályos gyerek úgy kezdi az életét, hogy meg kell ismételnie, mert nem tudja lerajzolni az A betűt. Az egy nagyon nagy szám, és ez egy rendkívül elkeserítő állapot. És arra, hogyha még billegve is mondjuk úgy, mondjuk kettesre át tudna menni, arra már nem tud építkezni. Tehát, hogyha az első 4 osztály nincs meg stabilan, arra nem lehet építkezni. Na most ehhez képest volt ma egy hajmeresztő élményem, Elritok Nóra posztját olvastam el kora reggel, amiben idézte azt a még csak törvénytervezet, tehát most van itt az ideje, hogy lehessen valamit ellene tenni, azt a passzusát, azt hiszem 18. paragrafus, mindegy, amelyben arról van szó, hogy melyik pedagógust milyen képzettséggel lehet fölvenni az adott státuszba. És képzeljétek el, hogy a gyógypedagógiai szakképzettséghez, vagy szakstátuszhoz nem szükséges szakirányú végzettség. Elég, ha óvónőképzőt, ha nem tehát tudom, az milyen, a speciális képzettség nem kell. Az a speciális nem kell hozzá, amitől ő gyógypedagógus. És ez kiválóan beleillik abba a koncepcióba, hogy mindent lebutítani, mindent lehet, ha már ott elkezdődött, ugye, hogy 16 évesen hagyja abba az iskolát, tehát hogy az oktatáson belül valami olyan elképesztő, tudatos, láthatóan tudatos rombolás zajlik, hogy minden szinten, és ez nagyon rímel arra, amit mondtál, mert hiszen amikor az 6 évesről 7 éves korában kiderül, hogy nem azért, mert butább vagyunk, egyáltalán nem azért, hanem mert még nem tud figyelni. A 6 éveseknél általában azért nem szoktak tudni érettek lenni erre a dologra, mert nem tudnak, hát ezt a Vekerdi egyébként kiválóan igen, elmondta, hogy az egész iskolarendszeren mit kéne már játszani kéne első osztályban, órákon keresztül és kinn az udvaron, és ezt a Popper is még megerősítette, tehát minden hozzáértő ember magyarázza, hogy a 6 éves kor, pláne a mai gyerekeknél minden egy kicsit úgy is kitolódik, teljesen értelmetlen, mert egyszer hiába hót intelligens, az én unokám, a kisebbé, az tudott már olvasni folyékonyan, és mégse lett volna alkalmas, úgyhogy az óvoda maga tartotta őt ott, és állatira jó dolog volt ez így. De nem vagyunk egyformák. Persze, persze. De hogy erre még most ezt tényleg rátesz egy lapáttal, mert az a gyerek, aki 7 éves korában kudarcot halmozott, amellé bizony gyógypedagógus kell, aki őt felzárkóztatja, vagy megnyugtatja, vagy elmondja, hogy nem olyan nagy probléma, ha osztályt kell ismételned, nem dől össze a világ. Tehát van egy csomó fogás, amivel ezt meg lehet oldani, vagy akár azt is meg lehet oldani, hogy fél évben azt mondja a gyógypedagógus, a saját szakértelmére hivatkozva, és akkor az már egy komoly szakvélemény, hogy kérem szépen ezt a gyereket hagyjuk most akkor ki, és jövő évre kezdje előről az első osztályt. Szóval, de nem, még véletlenül sem, szóval nehogy még véletlenül is az történjen, hogy a gyerek meg a tudás érdekében zajlanak itt a dolgok, nem? Minél inkább legyen, és tulajdonképpen nem lehet most azt a részét az ember tökéletesen érti, és már 1000-szer megírtuk 68 000-en, hogy egyszerűen egy ilyen masszívan ostoba, gondolkodásképtelen tömeget akarnak maguknak, mert azt gondolják, hogy azok aztán tényleg nevetve rájuk fognak szavazni. Ami egyrészt nem vagyok benne biztos, mert azok a tömegek tudnak a legdühöttebben felháborodni, amikor valami sérelem mégis éri őket. Azok csalódnak a legnagyobbat az ilyen hatalmakban, tehát még ez a része sem igaz, de ennek ellenére nem tudom elképzelni, hogy mégis miért jó ez nekik, mert hiszen hát azért hát pénzt lehet kivonni a rendszerből. Pénzt lehet nagyon sokat kiszedni még mindig a rendszerből, például azért is jó, ahogy ezek szerint nem kell gyógypedagógus a gyógypedagógus helyre, a matek tanárnak elég lesz ezentúl a 4,5 év helyett csak 3 vagy 2,5 év alatt végezni, vagy a fizika tanárnak. Rengeteg pénzt lehet még mindig ebből a rendszerből kivonni. De hosszabb lesz majd a téli szünet, mert az alatt meg nem kell fűteni, viszont a tantermekben nincs légkondicionáló, az egyik pedagógus... Milyen krétával írnak, mint a 19. Nem, de 42 fok van a tanteremben. Na. Hát a gyerek hogy fog úgy egyáltalán bármire is odafigyelni? Arról nem is beszél, hogy tanítónéni is leszédül a katedráról. Ha egyáltalán még katedra van. Meg tanítónéni. Hát tanítónéni is. Annyira elkeseredettek. De cserébe lehet majd esküt tenni, és azt a viccet most ne süssétek el, hogy az lesz az első, úgy fog kezdődni, hogy rabok tovább nem leszünk. Jó, nem, az Arató úr megírta 2x12 pontot, hogy narancsárga nyakkendőbe kell esküt tenni, de mit is? Mire is? Szinte mindegy. Én, ha tanár lennék, akkor én ezt az eskütételi hajcit most ebben a helyzetben egy iszonyatos fenyegetésnek érezném. Azt érezném belőle, hogy ez most, éppen most, mert ugye most lépnek ki, meg most még nem tudjuk, mert ugye ilyen zsilippelésszerűen fognak majd a rendeletek függvényében kilépni a pedagógusok, fogalmunk sincs, hogy végül is hány, de már most 200, jól emlékszem? 500 körül tartunk. Jó. Tartunk, de hogy ha amikor egy ilyen helyzetben jön egy hatalom, ja, hogy akkor tegyél esküt, az számomra egyértelműen azt jelenti, hogy ha én annak ellenére kilépek, hogy esküt tettem, hát akkor engem meg lehet bélyegezni. Ez az egész arra való, hogy elmondhassák rám, hogy én egy esküszegő, hazaáruló, nemzetáruló, tessék a libernyákok meg, és akkor megint ott vagyunk, ahol voltunk, és el van a társadalomnak a minimum a 2 milliós hívő rétege szemében, talán annyi nincs, látom, bologatsz, de jó, akkor legyen 1,5. De sok, de sok. Azok szemében ez el van rendezve, hogy ja, hát itt megint csak arról van szó, hogy vannak a gaz libernyákok, akik hazaellenesek, hazaárulók, hiába esküdtek meg, akkor is ott hagyják az őrhelyüket, amiket mi kijelöltünk számukra, bár eddig a gyerek volt az őrhely, ha jól emlékszem, de most akkor ez is egy őrhely, a pedagógusé is, és akkor ennyi volt, emberek, az egész, ja, hogy még tovább hőzöngenek, ne álljatok mellé, mellénk álljatok. Szóval, hogy minden erre a kettősségre, ez valami annyira kétségbeejtő, és végül is végső soron nem nagyon érthető, hogy az emberek ezt mégis miért tűrik. Hát jó, sokan nem tűrik, mert elég sokan kint voltak a tüntetéseken, de hogy én már azt vártam volna, hogy ha mástól nem, akkor ettől azért úgy boruljon már egy kicsit jobban ez a dolog. De arról hát, meg nem beszélve, hogy és aki már pedagógusi diplomával rendelkezik, annak nem kell esküt tenni? Most ez hogy van? Be lehet szökni. Biztos, ja, mert mondtak ilyet, hogy csak a diplomázáskor? Hát az újakra vonatkozik, igen. Ja, azt nem hallottam. Most akkor még elmondom, hogy én nekem az alapdiplomám az pedagógus, tehát szakos tanítónéni vagyok eredendően. Hát és akkor biztos itt tedd le az esküt. Alig várom, hogy kapjak egy kedves levelet, hogy tessék szíves lenni, befáradni. Esküdés véget. Esküdés lesz. A héten... Kerül sor. Kelt, mint fent, Pírburg párkáp. A héten megszűnt, ahogy hívták ezt, árstop, és egy egészen más szisztéma szerint kötelező akciózásokkal kell kialakítani jó pár termékcsoportban az árakat a áruházláncoknak, illetve a boltoknak. Nem tudom, ti néztétek-e azóta, hogy hogyan alakultak az árak, van-e valami gyakorlati tapasztalatotok? Egy nagy áruházat tudok, amelyiket megkérdeztek, hogy oké, most már nincsen sapka, hurrá, de korlátozták, hogy mennyit lehet venni egy bizonyos termékből, azt hiszem a tej, az olaj, meg kristálycukor jut eszembe. Befőzés. Akkor csak 2 kilót lehet náluk venni. Befőzési szezonban. Pedig kétszer annyiba kerül, mint eddig az árstopp alatt. Igen. A cukor az duplája. De például a tojására az kevesebb lehet, mióta nincs árstopp. Ebből látszik, hogy a kormányunk hogy megvédett téged. Ne vegyél annyi tojást, talán nem egészséges. Az áruház meg megírta, hogy oda dobálod, és aztán jól néz. Az áruház meg megírta, hogy mások is ezt csinálják, pipika, pupika, menjünk vissza a homokozóba. Hát ez nem válasz, ez egy kommunikációs vezetőtől nem válasz. Hát ez jó, ez mindegy. Hát azért ez az alapkérdés, hogy szabad volt-e így beavatkozni az árak alakításába, meghatározásába, ahogy ezt az Orbán kormány tette. Már 2021, tehát még a háború megkezdése előtt néhány hónappal, például a 480 forintos benzin, dízel árral, és most látjuk, hogy éppen 630 körül tart. Szóval tudjuk, hogy annak idején miért csinálták, azért, hogy ez is segítse a választások megnyerését, megmutatja, hogy ez a mi jó kormányunk megvédi a szegény, dolgozó magyar népet, és nem tudtak belőle kijönni, mert hogyha kiderül április 3-án, nyertünk, 4-én megszüntetjük az egészet, mindenki rájuk húzza, hogy hát ezt ti csak azért csináltátok, hogy nyerjetek, ugye nem, és ezért húzták hónapokig, sőt évekig a dolgokat, miközben egyre nagyobb kárai voltak ennek, és a legfőbb bizonyíték, hogy ez egy káros és abszurd, és persze rengeteg gondot okoz a különböző kereskedőknek, valószínűleg ebbe kisebb boltosok bele is buktak. A legfőbb bizonyíték az, hogy hol is volt most már 3-4 éve, vagy a legutóbbi egy évben a legmagasabb az infláció az Európai Unió országai között? Magyarországon. Hogy lehet az, amikor alapvető élelmiszerek árát korlátozták, hogy lehet az, amikor az üzemanyag árának a befogyasztása mennyi ideig fennmaradt? Hogy létezik ez? Hát azért csinálták, hogy olcsóbban tudjunk megélni, és ehhez képest 3-szor akkora az infláció, mint ott, ahol ilyen lépéseket nem tettek. Abszurd volt, sokba került, és nem mentette meg az embereket. Ahol a versenyt fölszámolják, ott egész egyszerűen fölborul a gazdaság, fölborul a kulturális élet, minden. És semmi más nem látunk az Orbán kormánytól, mint hogy szépen lassan fölszámolnak mindenféle versenylehetőséget. Vagy csak olyat engednek, ami csak rájuk vonatkozik. Ahol meg viszont az államnak kell beavatkozni, lásd oktatásügy, ott meg pont az ellenkezőjét csinálják. Hát az is elég hajmeresztő, hogy azt mondták, hogy azokon a területeken, ahol nincs elég fizikatanár, vagy kémiatanár, vagy akármilyen tanár, ott duplán fizetik majd meg a tanárokat, míg nem, ahol túlkínálat van, hát ott majd kevesebbet. Na most ez Ez megint hajmeresztő, mert itt meg viszont úgy tesznek, minthogyha a pedagógus pálya egy szabadpiaci, az állami pedagógus pálya egy szabadpiaci helyzetet hozna létre, hogy ahol van kereset, akkor ottan kevesebbet kapok, ahol meg nincs, akkor, vagy hogy van fordítva, ott többet kapok. Hát ilyet nem lehet csinálni, hát az egészségügy és az iskolaügy az, amióta világ a világ, állami feladat. Ott nem lehet szabadpiaci viszonyokat, és egyre inkább mennek afelé, és az az érzésem, hogy ezzel, hogy ki akarják tenni a hogy hívják ezt a... Kitették, ez a státusztörvény. Igen, a közalkalmazott, ez nem jutott, köszönöm szépen. Ezen túl vagyunk már. Közalkalmazotti jogviszonyból az embereket, hogy efelé akarják őket nyomni, ami tűrhetetlen. Viszont a héten megtudhattuk, hogy ilyen sokan még nem jelentkeztek pedagógusnak, mint az idén. Azt már nem tették hozzá, hogy annyira lent vannak a ponthatárok, hogy valami kétségbejtő. Tehát... Hogy 27%-kal többen jelentkeztek egyetemre, mint tavaly. Ugye mitől van ez? Hát nyilván ennyivel több az évfolyam létszáma, persze, ugye? Nyilvánvalóan, hát akkor hirtelen kilőtt, ezelőtt 18-19 évvel, zárójel nem. Tehát azért jelentkeztek annyira sokan, mert hirtelen lényegében megszüntették a komolyan vehető határokat, azt akarták, hogy mindenki, aki csak bír, aki csak akar, jöjjön be az egyetemi rendszerbe. Ez még nem biztos, hogy rossz egyébként. Nem, azt is mondanám, hogy ebben, hogyha tudatos politika volna, és nem az ellenkezőjét csinálták volna 12 éven keresztül, de az ellenkezőjét csinálták, akkor azt mondom, hogy van benne valami. Igen, lehet, hogy az egyetemek jobb helyek arra, hogy kirostálódjon az, aki nem alkalmas felsőfokú diploma megszerzésére, több időt ad, több keresési lehetőséget ad a fiataloknak, tehát nem volna baj tulajdonképpen, hogy hát ha nem is teljesen korlátok és szintek nélkül, de megengednék a szabad beáramlást az egyetemekre, de itt nyilvánvalóan megint pánikreakció volt, ugyanúgy, mint a lélegeztetőgépeknél és másoknál, azonnal csináljunk valamit, hát megcsinálták. És nem igaz az se, hogy ilyen sokan még nem jelentkeztek egyetemre, főiskolára. 6 év óta a legtöbben. Igen. Azért a 6 év nem azt 33. Nem. És hogy akkor azzal fejezzem be a beszélgetést, amivel kezdtük, a Dunaujvárosi Egyetem felújítását Mészáros Lőrinc cége, családi cége kapta meg, hogyha izgultatok volna. Tehát igenis, Mészáros Lőrincnek komoly egyetemi tapasztalatai lesznek rövidesen. Köszönöm szépen László Mártának és Lévai Júliának, és természetesen Bolgár Györgynek, hogy elmondták mindazt, amit megbeszéltük, a hét legfontosabb eseményeit.